Kinek füle van, hallatja, hogy megérkezett a Vagabanda gólyalábas kompánia! Vásári komédiások és huszárok vezetésével indult útnak a Csángó Fesztivál táncforgataga. A menetet a házigazda Jásság népi együttes tagjai vezették, akik felcsíki táncokat mutattak be a több ezer érdeklődőnek. Ez a tánc számunkra nagyon különleges, mert nagyon a szívünkhöz nőtt, mint hangulatilag a zene maga is egy olyan plusz érzést ad nekünk, amire nagyon jó táncolni, és nagyon sokat jelent nekünk. A menetben a fesztivál összes csoportja együtt járta a különböző, a szülőföldjükre jellemző táncokat. A mintegy 800 hagyományőrző táncos között az anyaországi magyar együttesek mellett ott voltak a moldvai, a gyimesi csángók, de a felvidéki, délvidéki magyarok is, illetve a világ távolabbi pontjairól érkező fellépők is. A legnagyobb dolog, amiért megrendezzük, az a magyarságunk megőrzése, hiszen Csángó Fesztivál a csángó kultúra bemutatása, de a határon túli magyar kisebbségeknek egy nagyon nagy találkozó helye, ahol tudnak egymással beszélgetni, egymást megismerni, és legfontosabb őrizni a magyarságot. Ahogy a Csángó Fesztivál, úgy a táncforgatag is jelentős szerepet tölt be a magyarság határokon átívelő összetartozásának erősítésében, illetve a közös kultúra és identitás tudatápolásában. Piros alma, pici piros alma, terem minden.